A Dunaszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal épülete alapos felújításra vár. Erre lehetőséget biztosít a Magyar Falu program keretében elnyert támogatás, amelyre sokat várt a település. Mert többször adtunk be pályázatot a Magyar Falu programba, hogy az önkormányzati épületét felújítsuk. Sajnos több éven keresztül nem sikerült, ezért elkezdtük a belső felújítást, amit lassan a végére érünk, és nagy öröm ért bennünket, mert nyertünk külső szigetelésre és tető felújításra közel 50 millió forintot. A nyílászárókat már korábban kicserélte az épületen az önkormányzat, a hivatal udvarát pedig aszfaltburkolattal látták el. Nagymérvű beruházásra is készül a község önkormányzata új bölcsőde megépítésére, TOP pluszos pályázat keretében. Ez is egy régi vágya a településnek, még az előző ciklusban készítette a terveket a polgármester úr. Többször beadtuk a pályázatot, nem sikerült, most hál' Istennek ez is úgy néz ki, hogy sikerülni fog. Közel 430 millió forintos beruházás. Nagy szükség van a településre, mert tudjuk, hogy elég sokan költöznek ide, Dunaszentgyörgyre választnák a településünket, és nagyon sok gyerek születik éves szinten. Egy 20-25 gyereket lehet számolni. A 28 férőhelyes, kétcsoportos modern épület a kettes számú óvoda mögötti jelenleg üres területen áll majd. A munkálatok mindkét beruházás esetében a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően kezdődhetnek el.